Rainer Mária Rilke, most ti barátaim. Vas István fordítása. Most ti barátaim. Hívjon elénk ez az ünnepi este ünnepeket, ha nekünk nem jut is ünnepi lét. Rólunk is, látjátok-e, szólnak a villádesztek útjai mind, ha nem is szökteti mind a vizét. Mégis, utolszor ránk maradtak a dalszerű parkok. Birtokezés feladattársai, így a miénk. Szórakozott szívvel lemondani, miért is akartok arról, amit boldog istenek adtak elénk. Mindegyik isten kell. Nem újjanak el soha tőlünk. Minden kép. Mi nekünk fénylik a múltból elő. Szét ne szórja a szó azt, amit belül őrzünk. És a régen, s másoknak sikerült csak az ünnep, már tőlünk is ered most ez a régi erő, s nagy vezetékeken át éri el újra szívünket. Ezzel a verssel a költészet napjához, annak rendezvényeihez kívántunk egy kis hangulatot teremteni. Jó napot kívánok a Pécsi Városi Televízióból. A költészet napjáról még lesz szó mai műsorunkban, de hogy mi mindenről még, azt rögtön megtudják. A költészet napja mellett a tavasz lesz fő témánk. Tanácsokat kaphatnak túrázáshoz, ellátogathatnak egy igazi vásári forgatagba és egy kutyaiskolába. Ezen kívül szó lesz még az egészségügyi világnapról, a béke gyermekeiről és csődbe ment vállalatokról. Nem marad el persze a zene, a rejtvény és a nyeremények sem. Legelőször tehát még a költészet napja, ez alkalomból látogassanak el a Jelenkor kiadóba. Ők új kötetek megjelentésével ünneplik a költészet napját. A költészet napja alkalmából a Jelenkor kiadó 4 új kötettel mutatkozik be. Persze ez a bemutatkozás tulajdonképpen már csak egy folytatás része, hiszen 1989-ben adták ki az első köteteket. Tulajdonképpen mi is ez a kiadó, mecenatúra, vagy pedig egy kölcsönös egymásra utaltság alkotó és kiadó között? Hát én szeretném, hogyha mecenatúra volna, és végül is ha azt számítjuk, hogy a kimondottan szépirodalmi könyveknek alig van kiadójuk ma Magyarországon, mert ugye nagy kiadók mennek tönkre, a kis kiadóknak a 99%-a pedig üzleti vállalkozás, és mondjuk verseskötetet nem nagyon ad ki, akkor pusztán az, hogy mi kiadjuk a könyveket, és hát igyekszünk nyilván tisztességes honoráriumot is fizetni, ez valamiféle mecenatúrának tekinthető. Nem tudom, mennyire tapasztalható az, hogy a versek iránt azt hiszem nagyon megcsappant az érdeklődés, és általában az emberek kevesebbet olvasnak, kevesebbet áldoznak könyvre talán. Érezhető ez? Igen. Hát a statisztikák azt mutatják, hogy többet olvasnak és többet áldoznak könyvre, csak hát ezek nem irodalmi művek, hanem hát általában ilyen félig meddig szórakoztatóipari termékek. A mecenatúra, én nem nagyon értek ezzel egyet, én nem szeretem a mecenatúra szót, mert az úgy tűnne, mintha mi azzal, hogy megpróbálunk jó könyveket kiadni, szívességet tennénk, akár az olvasóknak, akár a szerzőknek, akár úgymond a magyar kultúrának. Ez addig merülhetett fel ez a lehetőség, amíg egy központból döntötték, hogy mit adnak ki, és akkor kegyeskedtek valamit kiadni, kegyeskedtek mást nem kiadni. Most, hogyha én úgy viselkednék, mint egy mecénás, és kegyeskednék valamit kiadni, vagy meg már nem kiadni, az a vajni kevésbé befolyás van, az, hogy valóban mi történik, hál' Istennek, mert 500 kiadó van. Tehát amit én nem adok ki, azt kiadja más, és így tovább, ilyen értelemben nekem egy ilyen befolyásoló szerepem nincs. Hála Istennek, nem is igénylem, nem is igényeltem, soha nem értem, hogy akkor kezdtem a könyvet kiadni, amikor már ez a helyzet megszűnt. Aki szerette a verseket, az szerintem most is szereti. Itt ezek a dömping jelenségek szintek meg, hogy Váczényi Ág minden brigád megveszi 15 példányban, ezek az egészen hamis dolgok szintek meg az, hogy a költészet a politikát helyettesítette, és akkor ezért lettek kapósak bizonyos költők. Tulajdonképpen nekem az a gyanúm azért, hogy ez a sok siránkozás, hogy az emberek nem veszik a könyveket, nem törődnek a kultúrával, csak a pénz után futnak. Ez azoktól az íróktól származik, hogy nagyon befolyásosak a tömegkommunikációban, akik eddig privilegizált helyzetben voltak, akiknek a sikerjeit, a példányszámát a politika garantálta. És ezek emberek most vinnyognak, és
ugye hát úgy próbálják feldolgozni azt, tehát interjúikat most nem tartják olyan nagyra, hogy azt mondják, hogy az emberek azok nagyon, az emberek hitványak, az emberek bunkók, az embereket nem érdekli. Ez nem igaz, az én tapasztalatom az, hogy nem így van. Ez egy álokoskodás. Akkor kérnék egy rövid bemutatást a költészet napján megjelent könyvekről, és azokról is, ami előkészületben van, mi várható. Igen. Hát a költészet napján 4 verses könyvet adunk ki. Énként hát büszkén hadd tegyem hozzá, hogy aztán nagyon kevés kiadó van, amelyik most költész 4 verses könyvet adott ki egyszerre. Ezek pedig hát elég különböző szerzők, közös nevezőjük az, hogy a jelenkorhoz kötődnek régóta. Az egyik nagyon érdekes az Újvidéken, tehát Jugoszláviában, Szerbiában, pontosabban a Vajdaságban élő Tolnai Ottónak a Wilhelm Dolog című könyve, ami egy nagyon nagy időben is, meg tehát mélységben is nagy forderejű költői vállalkozás összegzése. Ő a 70-es évek vége óta írt egy falu bolondja szemszögéből verseket, Wilhelm Dalokat, egy bizonyos Willike nézőpontjából is. Ez egy hihetetlen izgalmas kötetté állt össze, most a kérésünkre az összes Wilhelm Dalt összegyűjtötte egy kötetben, még soha nem jelentek meg együtt. A másik volt a Pécshez kötődés, egészen nyilvánvaló Vörös Andor özvegyének, Károly Jaminak egy kötetét adjuk ki, Mindenért minden címmel. Egy másik szerző Sonnyó György, aki ugye az Újhold nemzedékének a tagja, ő egy ilyen európai, franciás tájékozódású, kísérletező, kedvű költő volt világéletében, és ilyen szempontból nagyon érdekes valóban a szonett és a kötött formák lehetőségeivel kísérletező, szélső lehetőségeivel kísérletező kötetet állított össze Nem titok címmel a számunkra. És a negyedik könyv, egyetlen nem utolsó sorban, az pedig Takács Zsuzsának a Viszonyok könnye című kötete. A hét elején zsúfolásig megtelt a Pécsi Kis Színház, ahol Petri György költő vendégeskedett. Életéről, költészetről, múltról és jelenről mesélt, és közben verseket mondott. Ezek közül hallgassanak most meg egyet. Nagymama. A nagymama növesztett engem ilyen roppant nagyra, szívósra, szépre, erősre. Mikor elkezdtek lőni, az aranykarkötőjén vett 2 libát, lesütötte, aztán nyomásra az óvahelyre. Azóta süt, süt, süt ebben az átmeneti helyzetben. Nagymama előre tudja a világháborúkat, a tanácstalan köztársaságokat, illemforradalmakat, ollanforradalmakat. Egy háziasszony vallásilag közömbös, de annyira, hogy a közeli katolikus templomba jár, evangélikus pedig. De én libát faltam az óvóhelyen, miközben a forradalom fölfalt a gyermekeit. Hát egy ilyen légótalmi pince volt az én gyerekszobám. Ott etezett nagyanyám, ott könyvelt nagyatyám, onnan járt be anyám, onnan akasztották a bácsikám, onnan emigráltak a nénikeim házasságba, Angliába, Mennyországba. Volt egy sárkányunk, a Szálasi Mátyás. Hogy sziszegett, piszegett, ő ette meg a libabelet, a csótányokat, a kengurukat, a farkasokat, a mihályokat, a kártevőket, az árvetőket, mind-mind ezeket a fantasztikus vadállatokat, akik bennépesítik gyermekkoromat. Hát komoly volt ez is, bár mulatságosnak tűnt, most viszont még komolyabb dolog következik. Nézőink megszokhatták, hogy péntekenként visszatérünk a csütörtöki önkormányzati ülésre. Így lesz ez most is, és ehhez hívtunk vendéget, akit be is mutatok, dr. Vonyó Józsefet, a János Tanonius Múzeum újkori osztának vezetője. Ez a későbbi témák szempontjából is érdekes, de most, mint az önkormányzat kulturális bizottságának tagja, mint képviselő, városatja van jelen. Térjünk vissza egy pillanatra a múlt heti ülésre, hiszen mi múlt pénteken foglalkoztunk egy témával, a lakás témával, amit végül is azért nem tárgyalt meg múlt pénteken az önkormányzat, mert egy másik
téma miatt elment az idő, és a másik témának is volt tegnap folytatása. Mi volt ez a kitüntetési rendre gondolok, illetve végül is ebben? A kettő összefügg technikai okok miatt, mert hiszen a kitüntetés feletti vita és az ezzel kapcsolatos született döntés miatti egyetnemértés, ezt követő kivonulások következtében nem került sor a lakáskérdés megvitatására. Röviden az történt tegnap, hogy egy korábbi föl nem ismert szükségletet pótolt tegnap a közgyűlés azzal, hogy olyan új kitüntetést alapított, hozott létre, amely kitüntetés eltérően a pro civitate kitüntetéstől nem évente kis számban bocsátható ki, nem csak több évtizedes munkákért és életművekért adható, hanem egyszeri nagy teljesítményekért is. Csoportoknak is. Csoportoknak is, és nem csak egyéneknek, és egyszeri nagy teljesítményekért is, mint például amilyen most a PVSK Corder női kosárlabda csapatának ez a rendkívül nagyra becsülendő teljesítménye, amit produkáltak a bajnokság megnyerése révén. Tegnap ezt az új kitüntetést hozta létre a közgyűlés, ez alapította meg a közgyűlés, és egyúttal döntött arról, hogy ezt a kitüntetést kapja meg a PVSK Corder csapata, illetve annak néhány tagja, valamint edzője. Túl a kitüntetésen nyilván maradt idő, ha így eldőlt, a lakás témára is. Azzal igen. Mi lett? A lakás témában az a döntés született meg, amire ez a közgyűlés most jogosítvánnyal rendelkezett, ez az ülés jogosítvánnyal rendelkezett. Tudik, miután több mint egy, de kevesebb mint 5%-a a választópolgároknak kezdeményezett újratárgyalást lakáskérdésben, lakásértékesítés kérdésében, a közgyűlésnek arról kellett döntenie, hogy napirendre tűzi ezt a kérdést. Ez a döntés megszületett, április 23-án sor kerül a téma érdemi megtárgyalására. A Fidesz ehhez a népi kezdeményezéshez csatlakozott azzal a javaslattal, hogy népszavazással döntsön a város választópolgársága arról, hogy kívánja-e fönntartani a lakásértékesítéseket, avagy nem, a lakásrendeletet, avagy nem. A döntés itt is az volt, ami a javaslat lényege is, hogy 23-án erre a kérdésre is vissza kell, hogy térjen a közgyűlés. Tehát 23-án két aspektusból érdemi vita lesz a lakásértékesítése kérdéséről. Akkor majd mi is visszatérünk arra, de igazából Hunyó Józsefet nem ezért hívtuk ma ide, hanem... Igen, mert volt egy olyan téma is, amit a múltkori közgyűlés időben a tervek szerint megtárgyalt. Ez pedig a Pécs története alapítvány. Mit is jelent ez? Mi fog elkészülni ezzel kapcsolatban? A városban régóta és sokszor felvetődött igény az, hogy a város történetét hitelesen, színvonalasan, szakmailag igényesen bemutató munkák szülessenek. Miközben hát Budapestnek egy ötkötetes nagy történeti földolgozása van, olyan városoknak, mint Szeged, Győr, Kaposvár, Debrecen, de hogy kisebbeket mondjak, Baja, Kiskunhalas, vagy olyan községeknek, akár Baranyában, mint Bár, Dunaszecső, vagy Sásd, vagy Szederkény, vagy adott esetben egy 6000-es Csongrád megyei község Deszk esetében 1200 oldalas, hatalmas monográfia, világhírű tudósok közreműködésével készült monográfia van. Pécsről nem tudunk valóban tudományos igényű nagy monográfiát letenni az asztalra, nem tudunk igazán szakszerűen megírt, hiteles, rövid, összefoglaló történeti munkát magyar nyelven a diákjainknak kézbe adni, idegen nyelven a turistáinknak kézbe adni. Ezek azok a hiányok, amelyek arra indították a szakmai köröket már az elmúlt években, hogy kezdeményezzenek ilyen köteteket. A közgyűjtemények 3 évvel ezelőtt eltervezték azt, hogy egy népszerű kis monográfiát készítenének Pécsről. A Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunanti csoportjának és Pécsi csoportjának vezetősége kezdeményezte a több kötetes, terjedelmes és tudományos igényű nagy monográfiának az elkészítését, ami Pécs történetét az őskortól napjainkig részletesen földolgozná, illetve a Városvédő Egyesület kezdeményezte, és már el is kezdődtek a munkák, egy úgynevezett olvasókönyv kibocsátására, amely olvasókönyv azt jelenteni, hogy a város története szempontjából különösen fontos, és a város történetéről egy összefüggéseket is mutató, hosszmetszetet adó dokumentumválogatást adnak közbe, rövid, értelmező ismertetőkkel.
Ezen kívül talán többen látták a televízió nézői közül is azt a kétszer kiállított anyagot, amely tavaly a Pécsi Napok alkalmával az Ifjúsági Házban, decemberben pedig a Művészetek Házában került kiállításra, amely párhuzamos fotókon mutatta be a városnak ugyanazon részeit. Ezt az anyagot kiegészítve kiállítja a Várostörténeti Múzeum is egyébként június közepétől decemberig idén ismételten, és ennek anyagából szeretnénk egyrésztről egy fotóalbumot, egy kuriózumnak számító fotóalbumot, Történeti ismertetőkkel együtt természetesen kiadni, illetve ebből egy leporelló-szerű, nem is leporelló, füzetszerű képeskap gyűjteményt, ami közismert a nemzetközi forgalomban egyébként. A kuriózum az lenne, hogy ugyanazokról a városrészekről a vásárló, a turista a mai állapotot és mondjuk a 30-40 vagy 60 évvel ezelőtti állapotot, vagy 80 évvel ezelőtti állapotot bemutató képet is. Azt gondolom, hogy az alapítványi forma azt jelenti, hogy némi anyagi hozzájárulást várnak. Anyagi és szakmai is. A város megrendelt munkákat, ehhez pénzt fog adni, az összegről a költségvetés módosításakor dönt, illetve a következő évek költségvetésének a megállapításakor. Az alapítvány azonban nyitott, amihez bárki társulhat, magánszemély, vállalat, intézmény, iskolák, stb. Mindazok, akik hasznosítani tudják ezeket a munkákat majd, illetve ezek a kiadványok, amelyek készülni fognak a munka következtében, kiváló reklámhordozók is lesznek. Kérjük tehát mindazokat, akik egyrészt a város múltjának bemutatását segíteni szeretnék, akik hasznosítani tudják, hogy a későbbi felhívásokat figyelve és azok alapján csatlakozzanak az alapítványhoz munkában, szakmai munkával és pénzzel, pénzügyi támogatással. Köszönöm szépen, gondolom, hogy erre a témára majd mi is visszatérünk, de most menjünk tovább. Remélhetőleg Pécs történetéhez fog tartozni az a program is, amit idén nyáron másodszor fognak megrendezni Pécset. Ez a Peace Child program, aminek keretében a béke gyermekei a világ minden részéről Pécsre érkeznek, és létrehoznak egy színházi előadást. Ez tavaly a Csongor és Tünde volt, idén a tervek szerint a János Vitéz lesz és egy Dürrenmatt darab. Nemrég járt Pécset David Welkamp, a Peace Child európai szervezetének elnöke. Mi őt kerestünk meg, és kérdeztük erről a programról. Egy izgalmas, idealisztikus program, mely barátok szerzéséről, kemény munkáról szól, és annak kifejezéséről, hogy mi kívánunk a világnak. Ez a béke, az erőszakmentesség és a szerelem! Pécset talán tradícióvá válhat a Peace Child program, hiszen idén már a másodikat rendezik meg. Miért, hogy fontos, hogy itt Pécset legyen a program? A Peace Child központi gondolata, hogy a különböző országokból érkező, különböző nemzetiségű gyerekek egy olyan helyet találjanak, ahol meghallgatják őket, ahol jól érezhetik magukat. Számomra és a gyerekek számára rettentően fontos, hogy visszatérjenek Pécsre, hiszen tavaly fantasztikusan érezték magukat, és a Bagosi László rendezte előadás, a Csongor és Tünde nagy élményt jelentett számukra. Mindez, s az, hogy nagyon szép a város, kedvesek az emberek, s Pécs színházi területen is izgalmas hely. A várost igazi aranybányává teszi a Peace Child számára, s természetes, hogy fontos a kapcsolat fenntartása, a barátságok megőrzése és folytatása, sőt, talán bővítése is. Nemzetközileg milyen közvélemény alakult ki a Peace Child programmal kapcsolatban? Fontosnak érzik az emberek, a sajtó.
Kezdetben rettentő fontos volt a szerepünk, hiszen a Peace Child mozgalom volt az első, ami a szovjet gyermekeket áthozta a vasfüggönyön. Vagyis a 80-as évek közepén kelet és nyugat közelítésének úttörője volt a fiatalok cserekapcsolatának megvalósításával. Ennek köszönhető, hogy akkor nagyon híresek voltunk. Mióta vége van a hidegháborúnak, a Peace Child egy új profilt épített ki magának. A gyerekeknek önbizalmat, egyfajta hatalmat, s főleg teret kell adni ahhoz, hogy részt vehessenek a környezetvédelmi mozgalomban. Most, hogy földünk ilyen katasztrofális, fenyegetett állapotban van, nem az ilyen öreg emberekre, mint én, hanem a gyerekekre vár az a feladat, hogy ezt megváltoztassák. A túlnépesedéssel és környezeti katasztrófákkal, amik a Földet fenyegetik, nyilván azok a gyerekek fognak szembesülni, akik 50 év múlva lesznek felnőttek. Ezért a gyerekeknek is meg kell érteniük, hogy csak akkor kerülhetjük el a katasztrófát, ha megváltoztatjuk viselkedésünket, életmódunkat, egymással való együttműködésünket. A Peace Child program megadja erre a gyerekeknek a lehetőséget és a teret, ahonnan elterjedhetnek ezek a gondolatok. Ha nálunk Magyarország kerül szóba, általában mindenki Budapestre gondol, de nekünk, a Peace Child részvevőinek Pécs jut az eszünkbe. És a mi profilunk az, hogy ilyen helyeket találjunk a világban, ahol igazi profik dolgoznak a gyerekekkel, együttműködnek velük, és készek arra, hogy éjjel-nappal együtt legyenek velük, azért, hogy egy olyan fantasztikus programot hozzanak létre, mint tavaly nyáron. Én nagyon remélem, hogy Magyarország szerepe a Peace Child mozgalomban megnő a következő években. Költészet napja holnap lesz, az egészségügyi világnap pedig már volt ezen a héten. Persze gondolom, hogy egészségünkkel foglalkozni nem elég egy évben egyszer, amikor éppen világnapja van az egészségügynek, és hogy mi maguk, mi mindent tehetünk ennek érdekében, mármint a saját egészségünk érdekében, erről szól Kurucz Gyula most következő riportja. A Tiszti Orvosi Szolgálat egészségvédelmi osztályának a feladata elsősorban, hogy az egészségügyi világnapra kellőképpen felkészüljön. Önök hogy készültek fel? Hát igyekeztünk biztosítani minden olyan propagandaanyagot a terület részére azoknak, akik szerettek volna erről megemlékezni, legyen mihez nyúlni, és igyekeztünk a házban olyan programokat szervezni, amire eljönnek az emberek. Miről is szól ez az egészségügyi világnap? Tulajdonképpen ebben az évben a szívbetegségek megelőzését, szív- és érrendszeri megbetegedésekből eredő halálozás csökkentését szolgálja ez a program. Itt milyen programok szolgálják ezt? Hát mi igyekeztünk úgy szervezni, hogy sokan jöjjenek el, és olyan programokat szervezni, ami érdeklődésre tarthat számot. Vérnyomást mérünk, testsúlyt mérünk, az életmódra vonatkozó mindenféle jó tanáccsal szolgálunk, nyugdíjas torna lesz, duci gyerekeknek lesz délután foglalkozása pszichológussal, dietetikussal, pedagógussal. Az egészségügyi világnap csak egy apropó arra, hogy ismételten szólt ejtsünk ezekről a megelőző feladatokról. Nem kampányfeladat ez. Sorozatban mit tesznek önök? Nálunk a házban vannak olyan állandó programok, amik évek óta mennek, kifejezetten az egészség megőrzését, fejlesztését szolgálják. Elsősorban a mozgásos programokra utalnék, amik
a legkülönbözőbb korosztálynak szólnak, gyerekektől, nyugdíjasokig, különböző terhelésű csoportokba, aztán vannak a táplálkozással kapcsolatos programjaink, itt főzési fakultáció, diétás tanácsadás, testsúlycsökkentő tanácsadás, mindenféle kurzusok, bőtkúrák, aztán mindenképpen megemlíteném a dohányzásról való leszokást segítő kurzus, amint 8 napig tart, szerencsére egyre nő az érdeklődés iránya, és nagyon jó eredményeket mondhatunk. Futnak még mentálhigiénés programok, és nagyon sok színű a ház élete. Egy kicsit eldugott helyen van itt Kertvárosban, a Berek utca 9-ben ez az intézmény. Megtalálják azért az emberek, és jönnek szívesen? Hát elsősorban a kertvárosiak, de a városból is járnak. A 6-os busszal a Krisztina téri megállónál kell leszállni, és ott már tábla segíti az eligazodást. Gratulálok önöknek, hogy ilyen sportosan, fiatalosan tornáznak. Ez rendszeres és megszokott mozgás már önöknek? Igen, rendszeres. Most már 2 éve járok, de én gyerekkorom óta tornáztam, és el sem tudom képzelni az életemet, hogy tornáztak. 30 évvel ezelőtt jogáztam, és most 2 éve nyugdíjba vagyok, azóta járok ide. Na és aki nem profi, hogyan szánta el magát erre a tornára? Misof Jánosné vagyok. Hát én is már 2 éve járok, már jó 5 kilót lefogytam, és nem is détázom mellette. Hát azért jó, mert nem fognak beállni az izmaim, hajlékonyabb leszek, nem fogok elmeszesedni. Úgy érzik, hogy az egészségüknek használ? Elengedhetetlen, mert például én nekem gerincműtétem volt, és azóta rendszeresen úszom, egy héten 2-szer torna, egy héten 2-szer túra, turista vagyok, komoly túrákat csinálunk, csillagtúrákat, országos túrákat, külföldi túrákat, esti egyetem, és minden egyéb, ami a szellemi és a test mozgásához, rugalmassághoz szükséges, így elviselhető a nyugdíjaskor. Magas vérnyomása volt-e valakinek? Igen, nekem állandóan, szóval én kezelt vagyok állandóan. És ez a torna segít valamit? Úgy veszem észre, hogy segít, de rendszeres orvosi ellenőrzés alatt állok. Valószínű, hogy használ a vérnyomásnak is, legalábbis a csökkentésre, mert múltkor torna után mentem a körzeti orvoshoz, mérte a vérnyomásom, és azt mondta, hogy ragyogós, mondtam, tornáról jövök. Családtagok mit szólnak hozzá? Örülnek neki, legalábbis az én férjem az nem szereti, ha elmulasztok egy napot is. Én már 3 éve ide járok, pedig egész nyáron kapálok a szőlőbe, de ez pihentető itt, a torna, és jobban bírom a munkát. Ez a hét úgy tűnik a jeles napok hete volt. Itt van a költészet napja, itt volt az egészségügyi világnap, és volt még egy nap, ami hát nem is annyira jeles mindenki számára, az öncsőd napja. Ugyanis április 8-áig kellett bejelenteniük magukat azoknak a vállalatoknak, akik csődbe jutottak. A csődtörvény által megszabott 8-ai, április 8-ai határidő tulajdonképpen kikre vonatkozik, és milyen feltételekkel? Ez a 8 napos határidő a gazdálkodó szervezetek vezetőire vonatkozik, nevezetesen az adós gazdálkodó szervezetek vezetőire. Adós gazdálkodó szerveken, ez esetben azokat a szerveket értjük, akiknek 90 napon túl lejárt tartozásuk van. Ez esetben a gazdálkodó szerve vezetője, akit a csődtörvény egyébként pontosan megnevez, hogy melyik gazdálkodó szervezetnél ki az, akit ez a kötelezettség terhel, tehát ilyen tartozás fennállása esetén ezen a bizonyos 8 napon belül kell a csődöt a bírósághoz bejelenteni. Mit tesz akkor a törvény, illetve hogyan alkalmazzák a törvényt, ha nem jelenti be a gazdálkodó szervezetője? A csődbejelentést a megyei bírósághoz, mégpedig a gazdasági ügyszakhoz kell megtenni. Maga a megyei bíróság ezzel kapcsolatosan semmiféle szankciót nem alkalmaz, nem is alkalmazhat, hiszen a határidő elmulasztásáról nem szerez tudomást. Viszont a csődtörvény szankcionálja annyiban a vezető kötelezettség mulasztását, hogy a 8 napos határidő elmulasztása esetén a gazdálkodó szerv vezetője a polgári jogszabályai szerint felel, ami azt jelenti, hogy akár a hitelezők közül bárki, vagy a hitelezők egy csoportja, akár pedig a saját gazdálkodó szervezete, vagyis az adós ellene polgári peres eljárást indíthat és kártérítésre kötelezhető, ez esetben pedig a gazdálkodó szervezetője a saját vagyonával is felel a kötelezettség elmulasztásáért. Továbbá megjelent a csődbüntetről a
büntető törvénykönyv módosítása, ami szintén meghatározott feltételek mellett ezt büntetté, illetőleg vétségé nyilvánítja. 92. január 1 után indult eljárásokban, a csőd eljárásban is és a felszámolási eljárásban is a közzététel minden esetben a cégközlönyben történik. Tehát a hitelezők innen szerezhetnek tudomást? A hitelezők innen szerezhetnek tudomást, és szükségesnek tartom azt megemlíteni, hogy hitelezők alatt a csődtörvény sem csak a gazdálkodó szervezet partnereit érti, hanem magánszemélyeket is, és attól tartok, hogy a magánszemélyeknél ez a lehetőség pontosabban annak szükségessége, hogy a felszámolási eljárás során a jogszabályban meghatározott 30 napos határidőn belül az igényeket be kell jelenteni, nem ismeretes, és ebből adódóan nagyon sok elkésett igénybejelentés volt már különböző felszámolási ügyekben eddig is, és a jövőben is várhatóan ez lesz a helyzet, mert az emberek nem tudják, és mert elég nehéz a cégközlönyhöz hozzáférni. Ez pedig sajnos azzal a következménnyel is, hogy az elkésett igénybejelentések kielégítésére a felszámolási eljárás befejezésekor akkor kerülhet sor, hogyha a határidős igények kielégítése megtörtént, és van még, marad még fedezet, ami nem minden esetben így alakul. Hát nem lenne jó, ha megérnénk azt a napot, amikor majd a cégek nevét beteszik egy ilyen üvegbúrával, akkor kihúzzák azt, hogy ki az, akinek fizetnek, ugye, mert a többire már nem jut. Mi most betettünk neveket egy üvegbúrával, de mielőtt kihúzzuk, mármint a rejtvény nyertesét. Mi is volt a múlt heti rejtvény? Hát a zálogház épülete, ahogy látják a képen is. Hát ezt kellett kitalálni. És nem mindenki találta ki, mert érkezett néhány rossz megfejtés is sajnos. A jók nehéz azok volt. Itt vannak, megkeverjük. Ildikó, légy szíves, ne nézz oda. Nem nézek. És húzd ki az e-heti nyertest. Pap Judit, Pécs Fazekas Mihály útja 2. Pap Judit, remélem lát bennünket, mert ha igen, akkor megmutatom, hogy mit nyert. Csak úgy, mint a múlt héten, ezen a héten is a jó és friss áruház, hát úgy mondják, hogy csemege kosarát, de ez egy csemege csomag, mert kosár nincs hozzá, viszont mindazt azt a jót és frisset, amit egy ilyen kosár tartalmazni szokott, ezt itt is megtalálja. Aki nem nyer, annak is tanácsolhatom, hogy nézzen el a jó és friss áruházba. Jövő hétvégén ugye itt a húsvét, elég sok mindent kell ilyenkor vásárolni, egy csomó akciós terméket fognak ott találni, ami most ezekben a napokban olcsóbb, mint általában. Egyébként is erre az áruházra jellemző, hogy mindig vannak akciók, ezeket az árakciókat ilyen nagy plakátokon már kint a bolt előtt is közlik. És most nézzük újrejtvényünket, a feladat továbbra is ugyanaz, az épületet kell kitalálni. A megfejtéseket jövő csütörtökig várjuk a Városi Televízió címére. Most pedig tavasz köszöntő blokkunk következik, lesz benne vásár, kutyaiskola, túrázási tanácsok. Legelőször a vásár, mi a múlt hetiben jártunk.
Tavasszal általában megindulnak az autóárak felfelé. Idén is jellemző ez a tendencia? A véleményem az, hogy túl kínálat van az autóból. Rengeteg magánautótelep nyílt. Az árak szerintem nyomottak. Van egy olyan kategória, ami nagyon olcsó, tehát a lakosság vagy a nagyon olcsó autót keresi, utána van egy nagy szünet, vagy pedig a drágát, a luxus kivitelt. Ott a millió fölötti árakon elkelnek az autók, vagy a nagyon olcsó autók a 100-200 ezer forint közötti árakon ezek mennek jelenleg. Az olcsónak számít manapság 100-200 ezer között egy kocsi? Hát szerintem olcsónak számít, mert a volt szocialista reláció beérkező autók, gondolj itt a Lada Samarára, aminek az új ára olyan 500 ezer körül van. Hát ahhoz képest a 100-200 ezer forintos ár az egy elfogadható ár. Nem beszélve arról, hogy még a 6-7 éves autók is korszerűbbek, amik nyugatról bejönnek, mint ezek a régi, úgymond keletiek. Mit szabad és mit nem a vásárban? Például alkoholt lehet árusítani? A vásár a szószoros értelmében vásárnak tekintendő. Itt mindent lehet árulni, ami nem tiltott. Na most mi nem tiltott? Fegyvert például nem lehet árulni. De alkoholt lehet árulni. Az árusítás feltétele persze az, hogy legyen árusítási engedély az illetőnek. Rengetegen persze ügyeskednek. Árusítanak szeszt, kávét, egyebeket, kifitornyok. Na most ennek a legális voltát nem mi állapítjuk meg, hanem erre megvannak a hatóságok. A vám és pénzügyőrség, a rendőrség, az adóhivatal. Az, hogy itt most kinek milyen van, meg milyen nincs, az nyilván akkor derül neki, hogyha egy kemény ellenőrzésen menne végig a vásár. Ezt azért ezzel a jelenlegi apparátussal véleményem szerint nem lehet megoldani. De a jövő mindenképpen az irányban megy, hogy ezeket a dolgokat azért rendszerbe és a legalitás felé orientálják. Hány ember dolgozik egy ilyen nagy vásárnál az ügyleteknek a tisztaságára vigyázva, és mi lehetőségeik vannak az esetleges szabálysértéseknek a bírságolására? Egy ilyen nagy vásárnál, mint ez a QLA nagy vásár, mert ezt nevezik nagy vásárnak, mindegy 60 emberünk mozog és dolgozik. Értem ez alatt a rendezőket, a helypénzhetőket, a stúdiót. A kérdés második része ugye az volt, hogy szabásért. A szabásértés. Tehát, hogy bírságolhatnak-e például, hogyha itt a piroshol a piroshozókat látnak? Az új önkormányzati rendeletben egyetemen le van írva, hogy csak olyan szerencsejáték folytatható a vásárt téren, ami egyébként engedélyezett. Hát nyilvánvalóan az itt a piroshol a piros az nem engedélyezett játék, ez egy illegális játékforma. Mi itt rendszeresen hirdetjük és mondjuk a hangos bevonón keresztül, hogy senki ne álljon le ezekkel játszani, de nyilván a hiszékenység meg az emberi ostobaság az azért rengeteg embert bevisz ebbe a csőbe. Mindegyik el is veszti a játszmát természetesen, de sajnos a rendőrség sem tudja emberekkel lerendezni ezt a rettenetes nagy apparátust, mert azért nagyon nagy tömegben mozog ez a játék, és sajnos az alaprendelet, a jogszabályok sem teszik lehetővé azt, hogy ezt radikálisan megszüntessék. Minden évben vannak slágercikkek, alkohol, kávé, idén mi lesz? Hát én úgy vagyok ezzel a slágercikkel, hogy most már azt mondom, hogy a rozsdás szöktől a hifitóig minden kapható. Ez a vásár az annyira kifejlődött, hogy tulajdonképpen itt hiánycikket nem lehet felelni. Az, hogy most hogy mi minősül majd slágercikknek, én azt hiszem, hogy ebbe az évben ez ki fog maradni. Elsősorban azért, mert a fizetőképes kereslet most valahogy nem slágercikkek után rohangál, hanem megpróbálja magának azokat az alapvető dolgokat megvásárolni, amire szüksége van a háztartásába. Azon kívül pedig eljönnek egyet szórakozni a vásárlátogatók, mert Pécs városában szerintem ez a vasárnapi vásár, ez egy olyan program, ami nélkül már ez a város nem is tudna létezni.
Mennyiért tetszik adni a kávét? 3 lira. És honnan tetszik beszerezni, hogy még van bőven, azért úgy látom? Itt lent van egy autó, egy nagy autó, és onnan veszik minden vasárnap. Tehát nem személyesen megy ki érte? Nem tudunk menni. Ez még Ausztriából, úgy tudom, legalábbis mert én csak árulom, de most már nem lehet beszerezni kintről se. Nem tudják behozni a kávét. Tehát ezek ilyen régi tartalékok, amiket most értékesítesz? Egy hetes tartalék még. Minden hétvégén ki tetszik jönni a vásárba? Nem, én ritkán, talán egy évben egyszer. De azért jó jön a nyugdíj mellé egy kis kiegészítés, nem? Csak el kellene valamit adni, az is volna jó, nem lehet eladni semmit. Mikor mondja azt, hogy ez egy jó nap volt? Mennyit kell ahhoz forgalmazni? Hát nézd, ez különböző. Mai piacok már nem jók. Régen volt jó, most már nem jó a piac. Mitől nem jó? Nincs pénz az embereknek. Hát egy ilyen vasárnap délelőtti vásári séta is jót tesz az egészségnek, de igazán a friss levegőn való mozgás, az erdei séta, és így tovább. Vannak, akik nem is egyedül mozognak a friss levegőn, hanem hűséges társukkal, például a kutyájukkal. A most következő felvételek a pécsi Német Juhász Kutyaklubban készültek meszesen. A tavasz kicsalta a kutyásokat a szabadba. Mit tanulnak itt meg a kutyák és a kutyás gazdák? Na most különböző tanfolyamokat indítunk, úgynevezett engedelmes tanfolyamot a kezdő kutyásoknak és a kutyáiknak, illetve a haladó szintűeknek az úgynevezett K1-es tanfolyamot, ami már komolyan magas színvonalú kiképzést ad a kutyáknak. Különböző csoportokba be vannak osztva a tudás szintjüktől függően. Itt elsősorban az engedelmes tanfolyamon a viselkedésnek a szabályait tanulják meg a kutyások, a gazdák elsősorban, hogy hogyan kell a kutyáknak a kutyákkal bánni, a kutyákat hogy kell megtanítani, ülni, feküdni, állni, tehát különböző alapvető dolgokra. Alapfokon kapnak őrzővédő kiképzést, ami azt jelenti, hogy a gazda védelme pórázon különböző helyzetben. Na most ez körülbelül 3 hónapos tanfolyam, hétvégeken szombatonként jövünk így össze, ilyen létszámba, és akkor letelik ez az idő, akkor egy engedelmes vizsgát tesz a kutyavezető a kutyájával, és hát erről hivatalos oklevelet kap törzskönyvbe, kutyának a papírjába be van pecsételve. Fontos ez a csoportos kiképzés? Na most vannak különböző szakkönyvek, de ez éppen olyan, mint például autót vezetni. Azt is elvileg meg lehet tanulni könyvből, hát gyakorlatilag nem mindenki képes rá, de nagyon kevés ember én szerintem. Na most ez éppen olyan, mert a kutya kiképzésben nagyon sok olyan apró pici buktató van, amire hogyha nem hívja föl kiképző a gazda figyelmét, akkor az elején elrontja, utána már előfordulhat sok esetben, elő is fordul, hogy már nem is tudjuk helyrehozni. Tulajdonképpen a kutya vezető kap egy alapvető képzést, tehát aki egy ilyen tanfolyamon részt vett, tudni fogja, hogy a következő kutyájával esetleg mit hogyan kéne csinálni. Tehát a kutyásokat is képezzük, nem csak a kutyákat. Ugyanakkor a mai világban nagyon fontos a vagyonvédelmi miatt, hogy jó kiképzett kutya legyen, de ezek a kutyák nagyon komoly sérülést is tudnak okozni, ha nem megfelelő kézben vannak. Nem veszélyes a kutya kiképző foglalkozás? Hát veszélyes. Valami féle veszély azért van ebbe a dologba, de hát végül is azért van egy bizonyos rutinunk ebbe a dologba, de hát annak ellenére kisebb-nagyobb sérülések előfordulnak, ez benne van ebbe a játékban. Nem csak német juhász kutyákat látok itt, ennek mi az oka? A Magyarországi Német Juhász Kutyaklub Baranymegyei szervezete felvállalta azt, hogy több fajta kutyának a kiképzését is vállalja, és szeretettel várunk mindenkit. Általában azonban őrzővédő kutyafajtákat látunk szívesebben, amiket vagyonvédelemre és személyvédelemre ki lehet képezni. Nagy az igény rá? Hát úgy érzem, hogy elég, egyre inkább. Tehát az őrzővédő fajták ismét keresettek lettek, elsősorban német juhász, Doberman, Rottweiler, talán a boxerokból is több van, mint valamikor a schnauzerekből, és ezeket a kutyafajtákat most inkább keresi, mint a kettelésből tartott kistestű kutyákat, illetve a nagyon nagy testű, de általában jó indulatú Bernát hegyét, új Hollandit, német dogokat. Feltételekkel elégedettek? Ezeket a feltételeket egy évvel ezelőtt magunknak teremtettük, ezt a kiképzőpályát az önkormányzattól kibéreltük, és ami itt van, az társadalmi munkába hoztuk létre, akadásot, a pályát karbantartottunk, parkolót alakítottunk kint erőgéppel,
Tehát úgy érezzük, hogy haladunk, távlati célokba szerepel esetleg egy kis ház itt a kiképzőpályán, ahol egy kis klubilletet is tudunk élni. A kiképzésen kívül miben áll a klub működése? A klub budapesti székhelyjel törzskönyvezést vállal, tenyészszemléket, kiállításokat rendez. Ezúton hívnám fel a figyelmet, hogy május 31-én országos klubkiállítás lesz Pécset a Tüzér utcai atlétikai stadionban, és az év legnagyobb rendezvénye, magyarországi rendezvénye, a főtenyészszemle, az pedig október 11-én lesz, szintén a Tüzér utcai atlétikai stadionban, mindkétszer világhírű német bírók részvételével. Kutyafuttatása, nagy vásár ideje, hanem a tavaszi túrázások is most kezdődnek, különösen itt Pécsett, ahol itt a mecsek mód alkalom igazán van bőven. Minden esetre, ha valaki nem csak úgy Isten nevében akar nekiindulni a hegynek, akkor jól teszi, ha meghallgatja a szakember most következő tanácsait. Talán most már tényleg itt a tavasz, és kirándulhatunk a szabadba. Mit tanácsolna azoknak, akik először indulnak el egy túrára? Hát mindenek előtt ajánlanám a legújabb mecsek térképet, amelyet a könyvesboltokban vagy utazási irodáknál lehet beszerezni. A mecsek térképnek a hátulsó oldalán találják a legfontosabb információkat, tehát azt, hogy a jelzett turista utak milyen hosszúak, milyen hány kilométert ölelnek fel, milyen látnivalók vannak azon az útvonalon, és ezt mind a mecsek turista térképről tudják leolvasni. A Természetjáró Bizottság összeállít minden esztendőben egy olyan nyílt túraprogramot, amelyhez bárki csatlakozhat. A következő lépésnek tudnám ajánlani, szintén a mecsek turista térkép hátulján, a Baranya-megyei Természetbarát Bizottság által szervezett jelvényszerző mozgalmakat. Ezek különböző nagyságok kilométerre átszámítva a legegyszerűbb a baranyai várakat felkeresni, ez mindössze 10 túrából áll, egy esztendőre könnyen be lehet ezt osztani, és akkor fel lehet keresni Siklós, Szigetvárt, Márévárt, Zengővár, Romját, Jakab-hegyi földsáncokat is itt tovább. És maradjunk azoknál a túrázóknál, akik egyedül vagy a családdal szeretnének elindulni a természetbe. Nekik mit tanácsol? Jó előre megtervezni, hogy hova mennek, vagy csak egyszerűen induljunk el? Ami a túrázást illeti, mindenképpen az a jó, hogyha jó előre megtervezik, tehát információkat gyűjtenek, hogy az a hely felkereshető-e, milyen állapotban van, nagyon sok a változás az erdőben, akár egyik esztendőről a másikra is. Ugye az erdészet működik, ahol egy gyönyörű szálerdő volt az egyik esztendőben, a másik évben már csak nagy tarvágást találunk, vagy pedig olvasom az útleírásba, hogy hűs forrás, csobogó patak, csermely, és ott csak kiszáradt meder ágyat találok, és bizony kiszáradt forrást. Tehát rá kell készülni a túrára. Érvényesek még a túrajelek, amik a fákon találhatók az erdőben? Igen, a túrajelzések azok nemzetköziek, és mi is úgy alakítottuk át a hajdani számozott turista utakat, hogy az megfelel a nemzetközi normáknak. Így tehát a legmagasabb rangú jelzés a kék csík jelzés, amelyik ugye egy fehér négyszög alapon van elhelyezve. Ez a jelzés, ez tulajdonképpen most a Rockenbauer kék,
Szekszártól egészen Velemig lehet gyalogolni. Azért is a legmagasabb rangú jelzés, mert aki erre elindul, az bizony több hétig gyalogol. Az alacsonyabb rangú jelzés a piros, a zöld és a sárga színű csíkjelzés, ezek vándorutak. Három megyén megy keresztül a Dél-Dunántúli piros, tehát Szekszártól Kaposvárig lehet ezen a jelzésen végig gyalogolni. A vándorutak közül a sárga és a zöld jelzések azok, amelyek szép tájegységeken haladnak keresztül, általában egy megyében van ez a jelzés, és itt arra kell figyelni, hogy ezek a jelzések többnyire dűlőutakon, földutakon, dózerutakon haladnak. Önnek melyik a legkedvesebb túraútvonala? Nagyon sok kedves túraútvonalam van, és azt kell mondjam, hogy változik is idővel, ahogy az ember ugye korban halad előre, más-más helyek tetszenek neki. Mégis azt kell mondjam, első pillanattól fogva, ugye én 35 éve érkeztem ide Pécsre, a Jakab-hegy az, amelyik a számomra a legnagyobb élményt nyújtotta akkor is és most is. Andrea, van valami konkrét túra javaslatod a hétvégére? Természetesen. A gyerekeknek a Szivárvány gyermekházban ezen a héten is szerveztek egy kis kirándulást. A Vöröshegyen kirándulhatnak azok a gyerekek, akik esetleg érdeklődnek a 13477-es telefonon, vagy pedig személyesen a gyermekházban. Szentkút, Vöröshegy, Büdöskút, Remeterét és Kismélyvölgy útvonalon 11 kilométeres távot tehetnek meg. Az uránvárosi buszmegálló 24-es megállójánál találkozhatnak 9 óra 10 perckor azok, akik Jakab Ferencné vezetésével szombaton szívesen túráznának. És akkor a túrázás szerelmeseink kívül ajánljunk most már végre valamit azoknak, akik szeretik a kórusmuzsikát. Ugyanis talán már tudják, hogy a hétvége a kórusmuzsika jegyében zajlik itt a városban, hiszen egy rangos nemzetközi fesztiválnak ad otthont Pécs. A fesztivál főszervezője a Pécsi Nevelőkháza, valamint a Nevelőkháza Kamarakórusa. Április 10-én, vagyis ma kezdődnek a programok, 18 óra 30 perckor lesz az ünnepélyes megnyitó a színház téren, ahol Forrai Miklós, a fesztivál örökös díszelnöke mond egy megnyitó beszédet. 19:30 lesz a nyitókoncert a Bazilikában, ahol az egyetemi kórus, a Nevelőkháza Kamarakórusa, valamint a Pécsi Szimfonikus Zenekar lép fel és muzsikál. Szombaton délelőtt 9:30-tól különböző kis koncertekre kerül sor, ezek műemléki környezetben hangoznak majd el. Összesen 15 kórus vesz egyébként részt ezen a fesztiválon, ebből 14 vendégkórus van, hiszen a házigazda kórus, a Nevelőkháza kórusa. Legmesszebbről, Litvániából érkezett egy kórus, ők a Suvalkija kórus. Azonban ide jönnek hozzánk Németországból, Marosvásárhelyről is, és Belgiumból is érkezett egy társaság. Mind szombaton, mind pedig vasárnap 16 és 20 órakor kezdődnek azok a koncertek, amelyeket a Liszt teremben hallgathatnak. Egyébként itt minden kórus 20-20 perces programmal mutatkozik be. A külföldi kórusok egyébként vidéken is szerepelnek, úgyhogy aki a hét végén mondjuk vidéken lakik, vagy ott tölti idejét, menjen el egy-egy templomba. Szombaton például 18 órától Harkányban a Zágrábi kórus ad egy kis hangversenyt a Művelődési Házban. Bolyban pedig egy Kingsburgi kórus lép fel a Mezőgazdasági Kombinát központjában. Vasárnap délelőtt és délután is folytatódnak a programok. A Dráva Iványi Református templomban a Marosvásárhelyi Református kórus lép fel, énekel az Isten tiszteleten. Pécsváradon 11 órakor a litvánok énekelnek, ők az ünnepi nagymise résztvevői és közreműködői lesznek. Mohácson este 6 órakor, vasárnap a fogadalmi templomban egy belga kórus énekel. Hétfőn délelőtt 9 órakor, persze mondjuk el a hétfői programokat is azoknak, akik nagyon szeretik a kórusmuzsikát. Tehát hétfőn délelőtt 9 órakor a Lővei Gimnáziumban kerül sor egy gyors tanulási versenyre, ami azt jelenti, hogy a kórusok kapnak egy eddig számukra ismeretlen művet, kottát, és a verseny kitétele az, hogy ki tudja ezt gyorsabban megtanulni. Természetesen ezeket be is mutatják. Hétfőn 14 óra 30 perckor a Zeneművészeti Főiskola Bartók termében, ez a Mátyás Király utcában van, lesz egy Kodály emlékülés. Este pedig 20 órakor egy gálakoncertre kerül sor a Nemzeti Színházban. Válasszanak kedvükre! Köszönjük szépen, és hogy ne csak zenéről legyen szó, hanem kiállításról is.
Mi két tárlatra invitáljuk meg önöket. Az egyik a Széchenyi téri Pécsi galériában látható, itt a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria architektúra, iparművészet és formatervezés galériájának kortárs üvegbemutatója látható. A kis galéria is üvegekkel várja a látogatókat. Itt három fiatal üvegtervezőművész, Andor István, Horváth Gabriella és Polyák János mutatkoznak be. Mindkét kiállítás április 3-áig tekinthető meg. Két kiállítás természetesen nem április 3-áig tekinthető meg, hiszen akkor nyíltak, hanem május 3-áig. Mai műsorunkban pedig ennyi fért, viszontlátásra, kellemes hétvégét kívánok. És az elmúlt 50 perc szellemében, vagy kutyával, vagy anélkül, hátizsákkal, vagy anélkül, menjenek a szabadba, túrázzanak jól, viszontlátásra. Találkozunk jövő pénteken, ugyanebben az időben ugyanis.